a udvarba, akkor már csak a hétköznapi működési módunkat lássák, hanem egy kis varázslatot, amivel ezt a teret, ami szakrális térként is működött régen, meg még helyek közel most is működik, ebben a működési módban is lássák. Ha adatokra kíváncsi, pontosan, hogy ez az épület, ez mit tudott, akkor van egy smolino, ami a tavalyi mozaik után készült. A Egyembertház nagyon fontos épülete itt a belvárosnak. A turisták nem mennek el úgy az utcán, hogy ne jönnének be. Az Egyembert hercegné volt az, aki evangélikus Isten tiszteleteket tarthatott jó pár éven keresztül. Innen erről a szószékről prédikált a udvari lelkész. A mai napig, augusztus végén van egy olyan alkalom, amikor idehívják az evangélikusok, a többi felekezetet is, és együtt tartanak szentmisét. Ázott luteránusoknak is nevezték annó ezeket a szegény evangélikusokat, mert hogy fedetlen volt a tér, úgyhogy a szembe levő jezsuita templomnak egy kicsit ellentmondva, vagy velük szembe helyezkedve, itt tudtak ők összegyűlni és közösen imádkozni. A Macskapó Gyerekmúzeumban vagyunk, aminek a neve talán az utcán sétálva már rögtön beugrik, hogy vajon miért adhattuk neki. Macskaköves a belváros, a gyerekeknek nagy a közlődése, de emellett van egy macskakő vára is, Soprontól 15-20 kilométerre, és ennek a várnak a történetével is foglalkozik a múzeum. De maga a múzeum nem Egyembert hercegnének szeretne emléket állítani, nem is a macskakő várának, hanem a gyerekeknek szeretne élményt adni, olyan élményt, amihez kapcsolódni tudnak, ezért a mindennapok köré építettük föl, és ha nem bánják, akkor menjünk be, és a virág vezetésével ismerjük meg ezt a kis teret. Itt az ablak mögött még annyit Egyembert hercegnéről, hogy az ablak mögött, vagy a molinó mögött, mint hogyha be tudnánk kukucskálni Egyembert hercegnő idejébe, vagy az ő házába, két kis filmet lehet látni, mint hogyha az ablakon néznénk be, és a Egyembert hercegnő megjelenik. Hát ha kifelé megyek, akkor meg tudják nézni.